Egy világmárka síbakancsait gyártják Sajó-Szentpéteren. Az 500 négyzetméteres üzemben több mint 100 megváltozott munkaképességű ember dolgozik. A beruházás a világjárvány és a korlátozások ideje alatt készült el. Az üzemet az országgyűlés elnöke avatta fel. Kövér László azt mondta, a gyár nem csak magyar, hanem európai sikertörténet is. Kint tombol a kánikula, bent pedig a térre készülnek. Egy világhírű olasz márka síbakancsainak gyártása kezdődött el Sajó-Szentpéteren. Az új 500 négyzetméteres üzemben jelenleg a próbagyártás zajlik. Több száz darab készül el naponta. Russzó Andrea a minőség ellenőrzést végzi. És amikor ugye kiöntik, tehát minden egyes részét meg kell nézni. Ha minden rendben van, akkor a bakancs tovább halad a gyártósoron, Andrea pedig ellenőrzi a következőt. Ő és a több mint 100 kollégája is megváltozott munkaképességű. Korábban iskolában dolgoztam, mint napközis tanárnéni. Aztán most, hát szeptemberben lesz egy éve, hogy itt vagyok. Először foglalkoztatóba kezdtünk, utána tudtuk, hogy mire vállalkozunk a sícipőgyártásra, és hát azóta itt. Az üzem a világjárvány és a kijárási korlátozás ideje alatt épült fel. A beruházás 185 millió forintból, részben magánerőből, részben állami hozzájárulással valósult meg. Részese lehettem annak a folyamatnak, amely tulajdonképpen az elképzeléstől, a tervezéstől eljutott az üzemcsarnok átadásáig, hogy a megváltozott munkaképességű emberek itt Sajó-Szentpéteren is találhattak munkát. A síbakancsokat gyártó üzem nem csak egy magyar, hanem egy európai sikertörténet is, mondta Kövér László. Egy önhibáján kívül gazdaságilag nehéz sorsú régióban, egy világjárvány idején épült üzemben, világszínvonalú termékek készülnek a világpiacra, olyan magyar emberek munkája révén, akiknek munkaképessége ugyan nem teljes, de munkakészségük töretlen. A Sajó-Szentpéteren gyártott termékeket Európa szinte minden országában értékesítik, és a síelők a síterepeken Made in Hungary felirattal használhatják majd.